Bár nemrég kezdődött el az oktatás, már is komoly és nehéz döntés előtt állnak azok a 8. osztályos tanulók, akik az idei tanévben fejezik be az általános iskolát, hiszen az év végéig, de legkésőbb februárig választaniuk kell, hogy merre folytatják a tanulmányaikat. A Tolna megyei szakképzési centrum intézményei széles palettát kínálnak a diákok számára továbbtanulásra. 16 ágazatunk és több mint 40 szakmánk szerepel a palettán. Ebből tudnak a jelentkezők válogatni a szépészettől, a gépészeten, a gazdálkodási ágazatoktól kezdődően az autós szakmákig nagyon-nagyon széles a paletta. Hogyha tájékozódni szeretnének a szülők, illetve a tanulók, akkor a Tolna megyei szakképzési centrum, illetve az iskoláinak a honlapján kapnak erre vonatkozó információt. Nem csak a képzési palettát tudják itt megtekinteni, hanem nagyon részletes információt találhatnak meg arról, hogy mennyiben vonzó lehetőséget kínál a szakképzés ma a jelentkezőknek, mit jelent ma ösztöndíjat kapni, mit jelent, hogy szakképzési munkabért kaphat a duális partnernél a tanulónk, illetve mit jelent a pályakezdési támogatás. Egyáltalán mitől vonzó a szakképzés. Illetve azok a diákok, akik testközelből szeretnének bepillantást kapni egy-egy intézmény kínálatából, azok a hamarosan kezdődő nyílt napok keretein belül tudják ezt megtenni.